Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Új rádió Gyulán. Helyi információkat és műsorokat kínálnak a hallgatóknak. Újabb megyei értékek. A gyulai kutyás egiliti szabadidő sportklub is felkerült a listára. Több százezer forint jött össze. Szombaton két helyszínen is gyűjtöttek a koraszülött mentőautó javára. 23-an csaptak a lovak közé. A negyedik Sióríti Fedeles Fogadhajtó Bajnokság harmadik fordulóját rendezték. Kikapott a Termál Budafokon. Gól nélküli döntetlent játszott a Szeged Gros és Zalaegerszegen. Pozitív volt a szonda. Három ittas járművezetéssel gyanúsított autóst állítottak elő a rendőrök. Egy rövid tesztüzemet követően hivatalosan is megkezdte működését a Mega Rádió Gyula. A tulajdonosok célja egy olyan helyi rádióműsor működtetése, ami interaktív műsorokkal és helyi hírekkel jelentkezik. Ez a nap híre. Hosszú-hosszú évek óta nem volt már itt Gyulán rádió. Hány éve is polgármester úr? Úgy gondolom, hogy a 2000-es évet követően már gyulai székhelyű rádió nem működött ebben a városban, emlékeim szerint. Kis Réka készíti itt a már hivatalosan is elindult Mega Rádió Gyula első interjúját Görgényi Ernő polgármesterrel. Annak idején a városban volt saját helyi rádió, ami azóta is sok gyulainak hiányzott, így az üzemeltetők bíznak benne, hogy egy olyan új elektronikus felületet tudnak elindítani, ami nem csak arculatában, hanem hangulatában is emlékeztet majd az egykori gyulai rádióra. A korszerű stúdiót a Hétvezér utcában alakították ki, ahol a helyi beszélgetések mellett a legfontosabb gyulai híreket, információkat készítik el, és ezt juttatják el a központi szerverre. Így lesznek olyan anyagok is, melyek a helyi vételkörzet mellett Orosházán és Békéscsabán, illetve a megye több településén is hallhatóak lesznek. A gyulai kötődéssel is rendelkező tulajdonosok célja egy olyan lokális rádió működtetése, amit minden gyulai magáénak érezhet. Az új kollégák, akik itt helyben fognak dolgozni, azok helyi híreket is fognak szerkeszteni, tehát ennek a rádiónak a hírblokkjai azok abszolút helyi szerkesztésűek, csak helyi hírekkel, illetve hát helyi műsort is készítünk, mert gyakorlatilag helyi kívánságműsort és helyi műsorkészítés is lesz helyi műsorvezetővel itt. Úgyhogy teljes mértékű gyulaiság az nagyon fontos számunkra. Az új rádió Gyulán és néhány kilométeres körzetében fogható a zenei kínálat a korábbi ismert slágerekre épült. A nagyobb gyulai rendezvényekről élő interaktív bejelentkezéseket terveznek kívánságműsorokkal, játékokkal. A Rádió 1-el és a Mega Rádióval régió kapcsolatot ápol a város, ennek egy újabb állomása, hogy most ismét egy helyi székhelyel üzemelő rádió indulhatott el a fürdővárosban. Létrehoztak itt önkormányzati támogatásul egy stúdiót, valamint gyulai az antenna is, ami sugározza az adást. Bízom benne, hogy lesznek gyulai munkatársak is, és ismét azokat a híreket, beszélgetéseket hallhatjuk majd, ami majd erősíti ennek a városnak a közösségét, lokálpatrióta szellemiség, amelyet a gyulaiság nevű eszmekör határoz meg, hallható majd ebben a rádióban. Én úgy gondolom, hogy erre sokan kíváncsiak lesznek. A tulajdonosok legalább 12 évre tervezik a helyi információk eljuttatását Gyulán és környékén, szoros együttműködésben az önkormányzattal és a helyi vállalkozásokkal. 5 újabb értékkel gazdagodott a Békés megyei értéktár. Az orosházi Búza Csira Málé, Mokri Sámuel munkássága és életműve, Orlai Petrics Soma életműve, a Volgamenti Hírics, valamint a gyulai kutyás egiliti szabadidő sportklub került fel a listára. 5 újabb értékkel gazdagodott a megyei értéktár, jelentették be a napokban megtartott békéscsabai sajtótájékoztatón. A kör az orosházi Búza Csira Máléval, Mokri Sámuel az első magyar búzanemesítő munkásságával és életművével, Orlai Petrics Soma egykori mezőberényi festőművész életművével, a Körösmaros Nemzeti Park területén fellelhető Volgamenti Hírics-sel, valamint a gyulai kutyás egiliti szabadidő sportklubbal bővült. Hogyha egilitiről van szó, biztos, hogy mindenkinek Gyula is eszébe jut. Manapság már Gyulát az egiliti sport fővárosaként jegyzik, amire nagyon büszkék vagyunk, és az egyesület, illetve a klub fennállása óta 6 világeseményt rendeztek meg Gyulán, tehát Gyula 6 eseménynek adott otthont.
Zalai Mihály a megyei önkormányzat elnöke elmondta, ez az öt új érték csupán a jéghegy csúcsa, hiszen sokkal több értéktári javaslat érkezett, és nagyon sok települési érték van még, amiből válogatni lehet. Az öt új érték kapcsán érdemes azt elmondani, hogy egy olyan háttér van az öt új érték mögött, meg a megyei értéktár mögött, ami nagyon örvendetes. Azt gondolom, kevés olyan megye van, ahol a településeknek közel kétharmadán működik már értéktárbizottság. 75 településünkből 48 településen alakult meg eddig, és nem csak megalakult, hanem nagyon aktív munkát folytatnak. Az értéktárbizottságban 784 nemzeti értéket vettek Lajstromba. Tehát úgy gondolom, hogy ha egyszer majd behozzuk ezeket az anyagokat, hogy megmutassuk, akkor be fogja teríteni az asztalt, egy több folyóméternyi anyag keletkezett. Zalai Mihály kiemelte, a települési és a megyei értéktáraknak nem csak az a feladata, hogy összegyűjtse, hanem az, hogy rendszerezze, 8 érték kategóriába sorolja, és megismertesse ezeket mindenki számára. Hamarosan az új értékeket is felsoroló 29 megyei értéket bemutató kiadvány jelentetnek meg. Szombat délután két helyszínen is gyűjtöttek a koraszülött mentőautó javára. A Paritja Presszóban megrendezett jótékonysági eseményen 100.500, a Vigadóban tartott fitness maratonon pedig 263.000 forint gyűlt össze. Több zenés fellépővel várták a vendégeket a Viharsarki koraszülött mentőautó beszerzéséért szervezett jótékonysági rendezvényen, szombaton délután 4-től este 10-ig a Paritjás Presszóban. Az est folyamán befolyt összeget a nap végén átadták az alapítványnak. A vendégek 100.500 forintot gyűjtöttek össze. 500 forint támogatói jegyet lehet adni, itt mutatom is esetleg. Itt van egy urna kihelyezve, és oda várjuk a belépőket. Amint befizették, kaptak egy pecsétet, akik jöttek. Pluszba is lehetett adni a tombola felajánlásokkal, a tombola jegyek is oda mennek. A jótékonysági rendezvénnyel egy időben 4 órai kezdett el a Vigadóban 2,5 órás fitness maratonon is a mentőautó megvásárlásáért gyűjtöttek az Ita Dance Fitness szervezésében. Régóta gondolkoztunk ebben, hogy milyen formában tudnánk a mentőautó megvásárlásában segíteni, és a vendégeimmel, a kedves lányokkal közösen merült föl a gondolat, hogy közös erővel talán nagyobb összegben tudnánk ezt a nemes célt támogatni, és hála Istennek utána ez már városi szinten, sőt, mondhatom talán kicsit nem túlzással, hogy megyei szinten elterjedt, és amint láthatjuk, nagyon sokan csatlakoztak ehhez a nemes célhoz. A zenés-táncos tornán a résztvevők 263.000 forintot gyűjtöttek össze, amit az ötletgazda Dóci Zita adott át az alapítvány vezetőjének. Ő úgy gondolta, hogy úgy tud segíteni a saját terén, és neki volt ez az ötlete, hogy egy jótékonysági ilyen tánc, fitness, maraton fitness lesz, és az egész bevétel ez nekünk fogják adni, illetve hogy egy adománydoboz van kint, és aki még szeretne támogatni, és támogasson bennünket. Nagyon jó ötlet, és látom, hogy mindenki szeretne segíteni, ahogy tud, és ez egy fantasztikus jó érzés, hogy az emberek egyre többen szeretnének segíteni. A két szombati eseményen így összesen 360.500 forinttal támogatták a Viharsarki koraszülött mentő alapítványt. Szombaton rendezték meg a 4. Sióréti Fedeles Fogadhajtó Bajnokság 3. fordulóját. A megmérettetésen 23-an csaptak a lovak közé. Szombaton rendezték meg a 4. Sióréti Fedeles Fogadhajtó Bajnokság 3. egyben döntő fordulóját a Sióréti Lovascentrumban. A megmérettetés a Magyarországos Fedeles Bajnokság döntőjére kvalifikáló verseny is volt, melyet a héten rendeznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fábián házán. A gyulai esemény egyik nagy esélyese Veszelszky Gábor fogadhajtó, Lajos Mizséről érkezett a bajnokságra, és 6 éve űzi ezt a sportágat. Itt a legnehezebb az a pálya, hogy egy fedeles versenyről van szó, nagyon összetett, rengeteg dologra kell odafigyelni, egy nagyon odafigyelő dologról van szó.
mint most is látszik a lovak, hogy bent vannak, elég kis terület van, hogy figyelni kell minden apróságra, a labdákra, a pályára, hogy hibátlanul sikerüljön a pálya teljesítése. Az eseményre az ország különböző pontjáról érkeztek versenyzők, de emellett évről évre egyre több néző is végig kíséri a versenyeket. A 4 évvel ezelőtt életre hívott megmérettetésen sejbák és maratonakadályok között zajlik a fogadhajtás. Mögöttem van egy felépített pálya, mint látjuk, start céllal, fotocellával, időre, hibamentesen. De az időre, hibamentesen az azért nagyon fontos, mert sokszor, ha egy picit lassabb és hibátlan, sokkal eredményesebb, mint egy gyors, hibás. Egy labda leesik és 5 másodperc büntető. Sahány labda leesik, annyiszor 5 másodperc, és elég kiélezett a verseny, itt 100 másodpercek döntenek. Egyes fogad kategóriában Varga László szerezte meg a győzelmet és vihette haza az első helyezetnek járó kupát. A póni fogatok 2 fős versenyét Szabó Ádám nyerte, Balla Evelin lett a második. A 16 fős 2-es fogatok mezőnyében Galambos Nándor nyerte meg a versenyt. Deli Dániel végzett a második helyen, és Veszelszky Gábor szerezte meg a harmadik helyet. Gól nélküli döntetlent játszott a Szeged Grosics Zalaegerszegen, kikapott a Termál Budafokon. Mindkét csapat előtt kevesebb lehetőség adódott, így 0-0-ás döntetlennel ért véget a Zalaegerszeg Szeged 2011 Grosics Akadémia mérkőzés vasárnap este. A vendégek 4. tavaszi meccsüket hozták le kapott gól nélkül, Klausz László együttese a 6. helyen áll az MB2-es bajnokságban. Helytált, de nem szerzett pontot a bajnok esélyes Budafok otthonában a Termál FC. A gyulai gárda 2-0-ás vereséget szenvedett, így a 14. helyen áll az MB3-os középcsoportjában. 3 ittas járművezetéssel gyanúsított autóst állítottak elő a rendőrök március 10-én. Gyulán a Csabai úton 21 óra 40 perc körül egy személygépkocsival közlekedő gyulai férfinál jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Az igazoltatás után a kapitányságon újabb 2 légalkoholmérést végeztek, mindkettő eredménye pozitív lett. A férfi vezetői engedélyét a rendőrök bevonták és büntető feljelentést tettek ellene. 10 perccel később Szarvason apa és fia esetében mutatott pozitív értéket a szonda. Az ittas járművezetés növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A rendőrség rendszeresen végez ellenőrzéseket azért, hogy kiszűrje a forgalomból a magukat és másokat is veszélyeztető szabálytalankodókat. Konkrét céldátum még nincs, de megkezdték a mentőautó beszerzését, hangzott el a péntek délelőtti gyulai sajtótájékoztatón. Rövid hírek következnek. A Békés megyei önkormányzat erejéhez mérten igyekezett ezt az ügyet támogatni, 200 000 forint támogatásról döntött a megyei közgyűlés. Erejéhez mérten 200 000 forinttal támogatta a megyei közgyűlés a viharsarki koraszülött mentő alapítvány akcióját, jelentette be péntek délelőtt Gyulán Zalai Mihály. A megyei elnök kiemelte, a támogatás mellett nagyon fontos, hogy felhívják az önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek figyelmét arra, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az alapítványt. A koraszülött szállítás jelenleg is jól működik Békésben, ugyanakkor az ellátás hatékonyabbá tétele érdekében fontos lenne, ha a megyében is rendelkezésre állna egy speciális mentőautó. Az újszülött ellátásban minden percnek jelentősége van. A mentőautó ugyanakkor nem csak a koraszülöttek szállítását segítené, de a beteg újszülöttek ellátásában, kórházba jutásában, esetleges baleseti ellátásukban is kiemelkedő szerepet kapna. Néhány hónap alatt már befolyt annyi pénz, hogy az alapítvány tagjai elgondolkodhatnak azon, hogy megvegyék az autót. Békésben évente átlagosan 2500 gyermek születik, közülük 250-en koraszülöttnek vagy beteg újszülöttnek minősülnek. A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány azért alakult, hogy Békés megyében felállítson egy koraszülöttmentő autót. Felhívásuknak köszönhetően eddig közel 22 millió forint gyűlt össze, de a cél 25 millió forint a mentőautóra és további 25 a hozzátartozó technikai eszközökre. Énekkel. Akkor legyél ápoló, ha ismered a türelmet. A másoknál benned sokkal több a szeretet. És verssel készültek a kórház dolgozói a Kossuth Zsuzsanna emlékév alkalmából a Békés megyei központi kórház Pándi galériájában megtartott kiállítás megnyitóján csütörtökön délután. Kossuth Zsuzsannán emlékezünk, aki 1817. február 19-én. Kossuth Lajos legkisebb húga volt,
Az első ápolóról Becsei László főigazgató emlékezett meg. A tárlat a Gyógyító Intézmény által rendezett bicentenáriumi ünnepségsorozat második eseménye a februárban, a Magyar Ápolók Napján megtartott tudományos ülés után. A megnyitón mutatták be a kórház egykori dolgozója, Fogt Anita festményét Kossuth Zsuzsannáról. A portrén kívül a kiállításon az ápolói hivatás történetét és az első magyar ápoló életútját bemutató tárgyak és ismertetők láthatók. A kiállítás április végéig tekinthető meg ingyenesen Gyulán, ezután kerül át a kórház Békés Csabai tagintézményébe, de a tárlat iránt érdeklődött már a Magyar Kórház Szövetség is, és be lesz mutatva Siófokon és Orosházán is. Az eseménysorozat következő állomása Békés Csaba, ahol egy tudományos konferenciát szerveznek májusban. A korábbi két természetfilm, a Kikiriki talán szerda van és a Hunor Magor nyomában után 3 éves munkával elkészült Major Gyula és Gyurkó Dániel új filmje Horgászvizeink Békésben címmel. Az alkotók célja az volt, hogy bemutassák a Körösökön folyó horgászatot, megismertetve olyan halakat is, amelyeket csak nagyon ritkán lehet látni. A film több évszakon keresztül mutatja be a körösök különböző arcait, a készítők forgattak nyári napsütésben és zord téli körülmények között is. A sokszínűségből adódóan a készítőknek számos nehézséggel kellett megküzdeniük, hogy a végeredmény olyan legyen, amilyet elképzelt. A film a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége megbízásából készült több megyei vállalkozás támogatásával, és bár 3 évig tartottak a munkálatok, így sem sikerült teljes mértékben feldolgozni a témát, ezért felmerült a lehetősége egy folytatásnak is. A Horgászvizeink Békésben című filmet március 16-án este mutatják be a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A gyulai színekben versenyző Dobra Dóra rajtolt el 200 méteres vegyes úszásban a napokban megrendezett régiós szintfelmérőn. A 11 éves tehetség azt mondta, kikapcsolja az úszás, ugyanakkor komoly tervei is vannak. A rendezvényen megjelent Sós Csaba, a Magyar Úszóválogatott szövetségi kapitánya is, aki a régió legjobb úszóit tekintette meg. A Várfürdő nem először látja vendégül a térség kiváló utánpótlás úszóit. Ezek az alkalmak nem csak a gyerekek számára fontosak. A jövő bajnokai program 3,5 éve indult, és mint Bán Sándor régióvezető, Krisztov Éva korábbi edzője elmondta, átalakulás előtt áll. A szakember elismeréssel szólt a gyulai úszók teljesítményéről. A felkészítők bíznak benne, a gyulai tehetségek egyre előrébb végeznek majd az országos versenyeken is. Gyermekbalett. Gyógynövények ismertetése. Na most következik a karalábé. Zöldség spagetti készítése és zöldségek faragása. A sok búzaszemet összeőrölt. Mi lett belőle? Liszt, igaz? Liszt utána néni megdagasztotta. Dagadd meg a kenyeret, dagasztam. Ez az. Jelképes kenyérsütés. A méhecskéknek ez a kifutója. Ez itt citromsárga. Minden méhecske megjegyzi, hogy milyen színű kifutó van annál a kaptánál, amelyikben ő lakik. Valamint méz és méhészeti bemutató színesítette a Békesugár úti óvoda csütörtök délelőtti programját. A kéz a kézben gyermekeinkért gyulai óvodai alapítvány még tavaly november végén adta be pályázatát a Forever Kids gyermekegészséges életmód támogatási programra, melyet december végén nyertek meg. A program célja, hogy a magyarországi óvodákba, általános iskolákban minél szélesebb körben minél több gyermekhez jusson el az egészséges életmód üzenete. A cél elérése érdekében a Forever magazin értékesítéséből származó mindenkori bevétel 30%-át különítik el pályázható alapokban.
dologban. Ez az összeg 145 ezer forint, melyet a Gyulai Alapítvány a mozgásfejlesztő eszközökre tudta költeni. A Békésugár úti óvoda profiljába vág az egészségmegőrzés, hiszen több mint 15 éve kiemelten kezeli ezt. A délután folyamán a szülők részére egészségügyi szűrést szerveztek, illetve a felajánló cég egy kötetlen termék bemutatójával zárult, ahol a tápláléki egészítőszerek szerepe volt a középpontban. Idén két munkaszüneti nap is szerdára esik, ezek közül az első március 15-e. A hét közepén a szünnap kevesebb kikapcsolódási lehetőséget nyújt, mint a hosszú hétvége, de vannak, akik szabadsággal meghosszabbítják a pihenést. A szerdai munkaszüneti nap lehetőséget nyújt tavaszi kirándulásra, pihenésre. Ön mit tervez a szabad napra? Pihenő lesz. Mindenképpen pihenni szeretnék, családdal együtt lenni. Kirándulást vagy ilyesmit nem tervezünk? Elképzelhető még az is. Hát egy kerékpártúrra valószínű, hogy Makadán klubbal megyünk Mezőberénybe. Petőfinek az emlékeit megkoszorúzzuk minden évbe. Általában ha jó idő, ha nem, valószínű, hogy az lesz a program, vagy családi program lesz. És akkor előtte utána nem vesz ki szabadságot? Hogy hát utána folytatjuk a munkát. Dolgozni fogok. Március 15-én is? Még akkor nem, de csütörtöktől igen. És valami szabadidős programot tervezel? Nem. Nem. Most vagyunk azon? Igen, most vagyunk, jelenleg vagyunk, vasárnaptól keddig pihenni. Elkezdődtek a tavaszi munkák a földeken. Fejlesztésbe kezd a posta. Lapszemle következik. Uniós értékekről tárgyalnak. 8 ország részvételével tanácskoznak az Európai Uniós értékekről Békésen. A békésváros.hu azt írta, a sorozat első állomását Békésen rendezték, a madzagfalvi napok kísérő rendezvényeként, de lengyel, vajdasági és erdélyi helyszín is szerepel a programok között. Fejleszt a Magyar Posta. A Magyar Posta könyvelt küldeményt követő rendszert fejleszt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában, írta az Orosz Café. 2,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból és a posta 1,9 milliárd forint saját forrásából a projekt 2018 közepén valósul meg. Fagyos idő után. Elkezdődtek a tavaszi munkák a földeken, írta a Behír. Térségünkben körülbelül 95 ezer hektár búza, 20 ezer hektár őszi árpa és 22 ezer hektár őszi káposztarecept rágyázása történik. Lassan befejezik a mák vetését, majd kezdődnek a tavaszi növények munkálatai. Nők számára tartottak lelki napot Nagybecskereken. Ohoi Ledvarin Elias Verbita szerzetes tartott lelki napot nők számára a vajdasági településen, írta a Magyar Kurír. A program témája az Egyházmegye tematikus Mária évéhez kapcsolódott. Mária és az édesanyák Isten megváltó művében. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, estére viszont megerősödhet a szél. Szerdán kellemes, tavaszias idő várható, csapadék csak elvétve fordul elő. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, de kissé újból megélénkül az északi, északnyugati szél. Emiatt valamelyest alacsonyabbnak érezhetjük az egyébként átlagosnak megfelelő hőmérsékletet. Estére mérséklődik, majd leáll a szél. Éjszaka kevés lesz a felhő, csillagfényes időre van kilátás. A hőmérséklet az éjszakai 1 fokról kora délutánra 12 fokig emelkedik. Szerdán már kellemesebb hőmérsékletű, napos, fátyolfelhős, szép tavaszi időben bízhatunk. Délután észak felől már erősebben megnövekszik a felhőzet, és itt-ott kisebb eső is előfordulhat. A hőmérséklet 0 és 13 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Új rádió Gyulán. Helyi információkat és műsorokat kínálnak a hallgatóknak. Újabb megyei értékek. A Gyulai Kutyás Egiliti Szabadidő Sportklub is felkerült a listára. Több százezer forint jött össze. Szombaton két helyszínen is gyűjtöttek a koraszülött mentőautójavára. 23-an csaptak a lovak közé. A 4. Sióriti Fedeles Fogadhajtó Bajnokság 3. fordulóját rendezték. Kikapott a Termál Budafokon. Gól nélküli döntetlent játszott a Szeged Gros és Zalaegerszegen. Pozitív volt a szonda. 3 ittas járművezetéssel gyanúsított autóst állítottak elő a rendőrök. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a Spiritus következik, majd a pódiumot láthatják. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!